Tamásiban az Észak- és Közép-Dunántúli ivóvízminőségjavító program első fázisa 2020. októberében a közbeszerzési eljárások és a vállalkozási szerződés aláírásával vette kezdetét. Azóta a munkálatok nagy része elkészült. Jelen pillanatban az újonnan megépült Tamási vízmű hálózati szivattyú termében állunk, a mögöttem látható gépeken fog zajlani majd a hálózat ellátása, illetve a medencék töltése. Egy teljesen új rendszer került kiépítésre, ugye az eddigiektől eltérően kezelni fogjuk a vizet a rendszeren belül. Kint az épületen kívül található egy nyers víztározó, amiben a kutak fogják betermelni a vizet, ugye eddig ezek direkt mentek a hálózatra. Ebből a nyers víztározóból az újonnan megépített vízműgépházon belül, ahol jelenleg is állunk, létesített szűrőrendszereken keresztül fog áthaladni a víz. Itt gyakorlatilag eltávolításra kerülnek azok a szennyeződések, esetleges vegyi anyagok, ami hát nyilván a mezőgazdasági és egyéb emberi tevékenység során a talajba kerül. Miután ez kiszűrésre került, a hálózati szivattyúk, illetve a töltőszivattyúk segítségével felkerül a víz a magas tározóba, és onnan történik a település ellátása. Ugye itt lényegesen nagyobb vízbiztonságot tudunk biztosítani, hiszen egy csőtörés esetén, tehát vannak megkerülő ágak, ahol egyrészt tudunk kapacitást is tározni, másrészt a megkerülő ágakon keresztül el tudjuk vezetni a vizet direktbe is a fogyasztókhoz. A 3 milliárd forintos beruházási értékben megvalósuló projekt következő fázisához ért elkezdődött az új rendszer tesztüzeme. Ez két fázisból áll. Az első fázisban a kutakról érkező víztisztításra zajlik, és ezt rögtön el is dobjuk. Ez az ütem, ez nagyjából egy jó hónapig fog tartani. Ez idő alatt beállítjuk a különböző szűrőtölteteket, az adagolt vegyszerek mennyiségét, a rendszerek nyomásszintjeit, illetve az irányítás technikának a vezérlését. Ugye alapvetően ez a vízmű önállóan képes majd végezni a dolgát emberi beavatkozás nélkül, de távvezérléssel is be tudnak majd avatkozni a kezelők. A tesztüzem után kerül majd a fogyasztókhoz az új rendszeren keresztül a víz, de utána is rendszeres ellenőrzést végez a szakhatóság. Van egy átmeneti időszak, egy két hónapos figyelési időszak, amíg az ANTS folyamatosan figyelemmel követi a vízminták és a vízminőség alakulását, illetve ezzel kapcsolatosan történik majd egy nagyon fontos feladat. Azt tudni kell, hogy ha egy ivóvízrendszer működik, a csövek falán, ugye itt az elmúlt, gondolom, ilyen 30-40 évben kialakult az adott vízminőséghez tartozó biofilm. Ugye mivel most egy új vízminőség kerül a rendszerbe, ez a film ez kioldódik lassan, ezért az, hogy ez az időszak ne nyúljon el, egy szivacs dugós mosatást fogunk az egész településen végrehajtani. Tehát gyakorlatilag, mint amikor az ember otthon tisztítja a poharat a kefével, végig lesznek húzva a csövek, és ezáltal eltávolítjuk azt a biofilmet, ami a régi ivóvízminőséghez tartozott, így az új víz már nem fogja kioldani. Viszont nyilván, amíg ez a tevékenység tart, addig tapasztalható lesz majd zavarosodás, esetleg vízhiányok is kialakulhatnak, de ezt az üzemeltetővel együttműködve minden esetben előre fogjuk jelezni. Ez az ivóvíz fogyaszthatóságát igazából nem befolyásolja, amire érdemes odafigyelni, de mondom, tájékoztatni fogjuk minden esetben, illetve a vízmű tájékoztatni fogja a lakosságot. Nyilván mosásnál nem annyira szerencsés, de zavarosodás lehet tapasztalni majd a vízbe, esetleg más színe lesz, ugyanúgy iható, fogyasztható a víz, és ez egy átmeneti állapot. Az ivóvíz minőségjavító projekt decemberrel le is zárulhat Tamásiban. Idén karácsonyra szeretnénk mindenféleképpen befejezni, de alapvetően ugye, mivel ez egy technológia, ezért a beszabályozása a hosszabb időt is igénybe vehet, de az alapvető terveinkben december 20-ai átadás szerepel, de nem szeretném ezt semmiképpen elkiabálni, tehát majd nyugtával dicsérd a napot, hogyha minden sikerül, akkor december 20, de lehet, hogy egy kicsit tovább is fog tartani. A 3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően megoldódik az ivóvíz minőség problémája a városban.